a munka van, minden van. Tehát a magyar gazdasági stratégia, amit 2010 óta az én vezetésemmel a mindenkori kormányok kidolgoztak, az erre épül. És az én politikai hitvallásom is erre épül, hogy a politikának az az elsődleges feladat a Magyarországon, hogy olyan gazdasági rendszert alakítson ki, amelyben mindenki talál magának munkát. Aki dolgozni akar, az dolgozhasson. Ez eddig sikerült. Hát több mint egy millió emberrel többen dolgoznak most, mint 2010, tehát a baloldali kormányok idején dolgoztak. Ez egy óriási szám. És hiába volt a 2022-es év a veszélyek éve. Hiába volt elhibázott szankció. Hiába volt uh, szankciós felár az energiánál. Ha megnézi a tényleges gazdasági adatokat, akkor azt fogja tapasztalni, hogy soha nem dolgoztak olyan sokan Magyarországon, mint éppen ebben a 2022-es évben. Annak ellenére tehát, hogy jelenleg rekordmagasabb foglalkoztatottság ennek a megőrzéséhez azonban szükség van kormányzati segítségre, ezért indított el a kormány a Vállalkozások munkaerő Támogatása című programot. A részletekről pedig Coma Sándorral, foglalkoztatáspolitikai felelős államtitkárral beszélgetek. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! A számoknak örülünk, miért van akkor szükség további támogatásokra? Hát mindig lehet javítani a számadatokon. Hála a jó Istennek, ugye, ahogy az előbb elhangzott, 4 millió 700 ezer fölött van a foglalkoztatotti létszám most már több hónapja, illetve 200 ezer alatt van a munkanélküliek száma. <kül> ugye, ha visszagondolok a 2010 időszakában, ugye akkor a munkerőpiac egy egészen más problémával küzdött, 3 millió 750 ,000 dolgoztak, és 600 ezer körül volt a regisztrált álláskeresők száma, tehát óriási gond volt, és ahhoz képest valóban nagyon jelentős eredményeket értünk el, de olyan világot élünk, ahol kihívásokkal teli, ugye, energiaválság, a különböző szankciók káros hatásai miatt kénytelenek vagyunk a munkerőpiac minden rezdülését figyelni és beavatkozni. Ugye most is vannak a munkerőpiacon olyanok, akik hátrányos helyzetben vannak. Tartós munkanéküliek, pályakezdő fiatalok, 50 éven felüliek, régiós különbségek is megvannak még országon belül, most is lényegesen kisebbek, mint korábban, de megvan. Tehát nekünk oda kell figyelnünk azokra az emberekre, akik szeretnének munkát vállalni, csak ilyen-olyan oknál fogva nem tudnak, nem képesek. Ösztönözzük a munkáltatókat különböző támogatásokkal arra, hogy regisztrált álláskeresőket foglalkoztassanak. A kormány 17,6 milliárd forintos kerettel indította ezt a. Ezt a programot, és azért az látszik, hogy 20 ezer el, álláskereső elhelyezkedéséhez járulhatnak hozzá. Említette, hogy milyen, tehát milyen kiegyenlítetlen több helyen a munkaerőpiac. Ezt a 20 ezer embert hogyan, milyen körülmények között szeretnék megtalálni, támogatni, segíteni az elhelyezkedésben? Hát ők megvannak, most is a regiszterben vannak, a munkanéküli regiszterben alapvetően. Három lábon áll ez a program tulajdonképpen. A Talán, a, ha úgy fogalmazhatnék, hogy a legvastagabb lába, az tulajdonképpen azoknak szól, akik vagy fiatalok, 25 év alatti fiatalok, vagy 25 év felettiek, de legalább egy hónapja regisztráltak, nekik egy hat hónapos bérjellegű támogatást tudunk biztosítani, tehát lefordítom magyarra, ha egy munkáltató a regiszterből az előbb említettet viszi ki, akkor hat uh, hónapig a uh, bér Bérének 50%-át támogatjuk, ez maximálisan 250 ezer forint mértékben. Ugye, ha megnézzük a munkerőpércot, ahogy az előbb is említettem, egyértelműen beazonosíthatók azok, akik hátrányos helyzetben vannak. A másik két láb erről szól, az egyik arról a fia, pályakezdő fiatalokról, akik szakképzettséggel rendelkeznek. Ugye nagyon sokszor tapasztaljuk azt, hogy keres a munkáltató fiatalokat, de az első kérdései közt van az, hogy hogy van -e, e, megfelelő tapasztalata. Nincs, akkor gyere vissza majd akkor, amikor lesz. Na no, ezt a hiátut szeretnénk pótolni ezzel a e, támogatási formával. Itt e, tulajdonképpen, ha pályakezdő szakképzett fiatal e, támogatására a mindenkori garantált bérmium kettőszörösét, tehát majdnem 600 ezer forint támogatást adunk három hónapig annak a munkáltatónak, aki e, képes és akarja foglalkoztatni a fiatalt, illetve a harmadik láb pedig azokról szól, akik egyrészt nem rendelkeznek pályakezdő fiatalok szakképzettséggel, másrészt, ahogy említettem, tartós munkanéküliek, tehát legalább hat hónapja a regiszterben vannak, 50 éven felüliek és számos egyéb csoport is. Azt tudom mindenkinek javasolni, hogy a munka.hu oldalra, ha fölmegy, akkor a támogatási adatok, részletek, minden fontos részlet, ami a támogatás igénybevételvel kapcsolatos, megtalálható. Ez pont akkor, tehát ez a munka.hu-n akkor tájékozódhat a munkavállaló és a munkaadó is, hiszen biztos, hogy nincsenek. Azért mindannyian tisztában ezzel. Mi azokkal a helyzet, akik mondjuk külföldről hazajönnének, látván az hogy most már egyre több helyen lehet elhelyezkedni? Azért nagyon sokan látszik, hogy felismerték azt, hogy érdemes itthon is újra munkát keresni. Őket például hogyan tudják segíteni? Igen, és a statisztikai adatok is mutatják, hogy valóban több ezres létszámban vannak azok, akik szeretnének hazajönni és próbálják a, a lehetőségeket megtalálni. Ugye a korábbi időszakban is indítottunk már programot ezzel kapcsolatosan, és azt tudom mondani, hogy most is van tervben olyan elképzelés, amivel azokat tudjuk segíteni, akik, a, akik úgy döntenek, hogy szeretnének a kint megszerzett tapasztalatokat, a magyar munkaerőpiacon szeretnék hasznosítani nyelvtudásukat. Erre a következő időszakban nagy szüksége lesz a magyaroknak. Azok említett az 50 év felettieket, azért nagyon sok helyen nagyon megbecsülik azt, akinek ennyi munkatapasztalata van. Nagyon sokszor azt mondják, hogy inkább őt alkalmazzák, mint egy fiatalat, aki egy-két év, egy év múlva esetleg új vagy jobbá. Állás után nézve, vagy egy magasabb fizetéssel el lehet csábítani. Őket hogyan lehet bátorítani, hogy váltsanak, vagy jelentkezenek új munkákra? Hát ugye a, a, váltásban nem is nagyon szeretnénk bártontítani őket, hogyha meg vannak elégedve a munkahelyükkel. Ugye a program azoknak fog szólni, akik 50 évben felüliek és regisztrált álláskeresők. Ugye számukra a munkaerőpiac komoly kihívások. Ugye nyugdíj előtt 10-15 évvel, ha valaki elveszti a munkahelyét, ott bizony új munkahelyet találni nem egyszerű feladat. Mi ezt látjuk, érzékeljük, és ezért is akarunk ilyen formában is segíteni neki. És hogyan monitorozzák, hogyan figyelik a visszajelzéseket, akár a munkavállalók, akár a munkaadók oldaláról? Hiszen nagyon fontos az, hogy elindul egy program, de nyilván, hogy folyamatosan figyelik, hogy milyen visszajelzések, milyen vélemények érkeznek. Hát a legfontosabb monitor az, hogy mennyire, milyen gyorsan fogy el ez a keret, és mennyire e, tudjuk hatékonyan működtetni. Azt tudom mondani, hogy a korábbi időszakban is hasonló programok működtek, és nagyon nagy érdeklődés volt a mind a munkáltatók, mind a munkavállalók részéről. Ezt a fajta gondoljuk most is, hogy meg fog jelenni. Ugye ez év októberéig kell elszámolni ezekkel a költségekkel, de egészen biztos vagyok benne, hogy ez a forrás, ami rendelkezésre áll, ezzel is fog fogyni. És akkor utána nyitnak újabb programot? Tehát hogyan van arra lehetőség, van-e arra lehetőség, hogy akkor újabb keretet nyissanak, hogyha mondjuk hamar nagyon sokan jelentkeznek, és sok pénzt mondjuk el is használnak, vagy fel is használnak? É, igen, ugye ezek uniós források alapvetően, az összes program gyakorlatilag uniós forrásból, van finanszírozva, igyekszünk, ahol lehet a hazai forrásokat kímélni. Ilyen és ehhez hasonló munkahely megtartó és munkahelyteremtő pályázatokat a későbbiekben is ki fogunk tudni írni. Szomba Sándor, köszönöm szépen. Köszönöm a lehetőséget.